Elindult a 2022-23-as futballszezon is. Hogyan sikerült a csapatnak venni az első akadályokat? Hát az első akadály, amikor mindig, minden nyáron hogyan jössz össze, hogyan tudod elkezdeni a felkészülést, milyen, hogyan állnak hozzá játékosok, ki hogyan nyaral, egyéb dolgok, mert ugye azért a bajnokság elég korán szokott kezdődni, úgyhogy vannak ilyenkor már kupameccsek is, tehát elég sűrű tud lenni a program így az elején, már augusztusban, és ugye azt tudni, hogy ilyenkor tényleg ezek a különböző dolgok, hogy nyaralunk bármilyen, ugye az közrejátszik azért a csapatok, vagy hát a csapat összetételében, és hát igazából ez mindenhol egy akadály szerintem, de nálunk ez évről évre egyébként megismétlődik ez a dolog, hogy eléggé össze-vissza vagyunk így még nyáron, bármilyen évet zártunk, bárhogyan alakult a dolog, hiába nincs akkor a változások a keretben, akkor is nehéz az eleje. Van egyfajta játék stílusunk, meg van egy játékkép, amit az ember elképzel, meg amit játszottunk is. Általában ez nyáron mindig egy picit alább hagy, vagy megreked, és akkor onnan megint újra kell építeni ezt a dolgot, meg újra át kell vennünk ezt a fajta játék stílust, amit ugye ahogy abba hagytuk. Tehát igazából, mert az ember tavasszal is benne volt egyfajta játékban, és ugye az, ahogy jön egy szünet, mindenki egy picit másra koncentrál, más dolgok veszik körül, és ott azért nehezebb visszaállni ugyanabba a dologba, de szerintem ez természetes dolog egyébként megyei osztályban, úgyhogy az első akadályokat úgy gondolom, hogy leküzdöttük, legalábbis nagyon remélem, hogy most már a múlt hétvége bezáróval leküzdöttük, úgyhogy remélem, hogy innentől kezdve felfele fog javulni a tendenciánk, úgyhogy meg magára talál a csapat, én azt láttam, hogy kezd magára találni, mint helyztek, mint játékban, helyztek kihasználásában is, vagy a helyztek kialakításában is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye most változások, ahogy mondtam, hogy voltak a keretben, azért hála Istennek most nem sok, nem úgy, mint évről évre, ahogy szokott lenni, hogy több játékos elmegy, és akkor igazolni kell, ugye helyettük általában egy 3-4 csapatot. Most azért egy-két ember távozott különböző okok miatt, tudtuk őket pótolni is, meg tényleg tudtunk erősíteni. Azt gondolom, hogy jól erősítettünk fiatal labdarúgókkal, tehetséges játékosokkal, és a keretben meg is látszik egyébként edzés látogatottságban is, hogy egész nyáron, meg tényleg a mai edzésig is eddig tényleg bő létszámmal tudtunk edzeni, meg felkészülni, úgyhogy ez biztos, hogy kamatoztatni fogja ezt a dolgot, meg hát ugye meg lesz a gyümölcse is ennek, hogy tényleg, hogy beleálltak a fiúk és csinálják és edzünk. Úgyhogy én reménykedve várom a további folytatást, meg a mérkőzéseket, mert azért szerintem meg lesz ennek a, meg, tehát pozitív irányba fogunk elmozdulni innen. Az utánpótlásból sikerült felhozni a felnőtt csapatba a játékost? Igen, jöttek fel játékosok, velünk edzenek ugye nyáróta, most valakit még nem láttam, nyilván most jelezte, hogy szeretne most már jönni, mert ott is munkahelye, foglaltságok, egyéb dolgok, ugye most már azért szeptember van, tehát már az ősz, már vége a nyárnak, tehát én nagyon reménykedem abban is egyébként, mert tényleg jó játékosokról beszélünk, csak azért azt tudni kell, hogy egy fiatal játékosnak mindig picit nehezebb, tehát a fel kell venni ezt a ritmust, és nem azt mondom, hogy valaki nem olyan jó játékos, hogy felnőttbe játszom, mindenki van azon a szinten, csak ugye itt azért egy felnőtt futballhoz hozzá kell szokni, és azt meg kell szokni azoknak a különböző csínyát, bínyát, úgyhogy szerintem jó, szerintem ez jó lesz ez a dolog, úgyhogy én őket is egyébként nagyon várom, hogy meglássam ezeket a dolgokat, amivel ők tudnak esetleg segíteni nekünk. Az első mérkőzés idegenben történt, ez ki ellen és hogyan zajlott? Hát igen, egy feljutó csapattal játszottunk, mint tavaly is kezdtünk a Szent Antal fával, aki feljutott, és a másik folyó pedig Zircet fogadtuk. Most is ugye megkaptuk a feljutó csapatot, Füred utánpótlással játszottunk, és én megmondom őszintén, bizakodva mentem oda, viszont tudtam, hogy azért ők elég jó csapatot alakítottak ki, úgyhogy számos
rengeteg megye egyes mérkőzés, meg hát van, aki NBA egyes mérkőzés is megjárt ott, tehát azért többen rutinos játékosok is, de őket viszont körveszik nagyon tehetséges fiatal labdarúgók, úgyhogy edzenek, csinálják, dolgoznak, tehát igazából tudtuk azt, hogy egy kemény mérkőzésnek nézünk elébe, de hát kerestük ott önmagunkat egyébként, még nem is éreztem annyira a mérkőzés alapján azt, hogy akkora, hogy lenne valami különbség is, bármi, vagy mert úgy éreztem, hogy próbáljuk azért úgy a kezünkben tartani a mérkőzést, kaptunk egy szerencsétlen gólt, 1-0, és utána pedig tudtunk egyenlíteni, és akkor éreztem azon a ponton azt, hogy most már, hogy szerintem átveszik az irányítást, és ez nem így lett. Ugye jött egy kritikus helyzet, amiből ugye gólt kaptunk megint, és ugye utána viszont ki kell támadnunk, nyilván a mérkőzés végéig próbáltunk egyenlíteni, és ugye kaptunk rá még egy gólt 3-1, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyert a Füred ellenünk. Ott azon a mérkőzésen már többet tettek ért, tehát rúgtak 3 gólt, számos helyzet kialakítottak akkor már, úgyhogy mi pedig még nem voltunk abba a megfelelő állapotban, hogy szerintem, hogy ezt a mérkőzést egy ilyen helyzetben megnyerjük. Aztán jubileumi ünnepség keretén belül jött az első hazai mérkőzés az Almári ellen. Hogyan várták a játékosok, illetve hogy sikerült abszolválni a terveket? Hát igen, a Balaton-Almádit fogadtuk ezen a pályavató mérkőzésen. Várták a fiúk, mert azért azt is tudni kell, hogy igaz, hozzászoktak már több mint 2 éve játszottunk ugye a műfes pályán állandóan, és ugye által mentünk idegenbe játszani, akkor ott által a füves pálya volt, hazai pályán műfű, hozzá is szoktunk, tehát ők szeretik ezt a műfes pályán, tehát szeretik itt játszani, és azért úgy várták, hogy vajon milyen lesz az új pálya játszani. Hát fura volt azért, tehát azért láttam azt, hogy ugyanúgy furán, tehát nem úgy viselkedik a labda náluk, mint ugyan a műfesen, szokatlan volt, de nyilván erre sem lehet ugye fogni egyfajta játékot. Az a mérkőzésen is, hogy Almádi egyébként egy tényleg edzésben, egy jó edzésben lévő csapat, tehát ők is mindig is edzettek, tehát fiatalok vannak, ugye igazoltak is tőlünk, úgyhogy egyik nagyon jó játékosunk a Marci, Petróci Marci úgy átigazolt Balaton-Almádiba, ezért is volt ennek egy pikantérjenek a mérkőzésnek a fiúk szemébe, mert ugye azért szeretik a Marcit, meg mindent, de éppen ezért úgy örültek neki, hogy ez lesz a pályavató. Úgyhogy, de hát nyilván nyerni szerettünk volna az első meccsen, de azt gondolom, hogy utolsó előtti percben tudtunk egyenlíteni 11-es góllal. Itt sem, én azt gondolom, hogy nem érdemeltünk többet ezen a mérkőzésen sem, mert az Almádi több helyzet alakított ki, mint mi. Vagy több helyzetet, vagy esetleg az utolsó momentumban rosszul döntött a játékosok, és ez miatt nem lett belőle mondjuk lövés, de több lehetőségük adott volna arra, hogy letudják a mérkőzést. Nekünk pedig ugye számos, tehát ugye azt gondolom, hogy mezőnyben is nincsen vele probléma a játékunkkal, nem is, vagy nem volt probléma a játékunkkal, viszont az utolsó passzok, meg azok amit minden évben ilyenkor keresünk, hogy esetleg helyzetbe kerül, helyzetbe hozzuk a társainkat. Ezek viszont hiányoztak még, és ugye nyilván ezen voltunk, hogy a következő mérkőzés, amikor elmegyünk egy Mumushoz, tehát Sümegre, akkor ezeket próbáljuk most már beállítani úgy edzéseken, hogy megpróbáljunk olyan dolgokat gyakorolni, amivel esetleg tényleg előtérre tudjuk helyezni a gólszerzési lehetőségek előkészítését. Időnként kicsit úgy éreztem, mintha egyoldalassá vált volna a csapat, mintha nem néznének föl, nem használnák ki a teljes pálya kereteit. Ez miből adódhatott? Hát szerintem abból, hogy még, hogy tehát lassan, tehát most az Almádira visszatérve lassan gondolkodtak, tehát én is láttam ezt egyébként, én is mindig ezt mondom nekik, hogy folyamatosan próbáljanak meg oldalakat váltani, mindig legyen meg a fejükben az, hogyha az egyik oldalra eltolódik a játék, ott van mindenki, akkor hozzák ki, mert a másik oldalon ott fogja várni üresen a mondjuk az egyik leggyorsabb játékosunk, meg tényleg a megye egyik legjobb, legtechnikásabb, vagy nem is tudom, legjobb szélső játékosa akár. Úgyhogy... Hát az a baj, ezeket nem tudtuk ezeket kihasználni, nem tudtunk, tehát általában még egyet húztunk rajta, tényleg még egyet, és ugye addigra már körbevettek minket a játékos, tehát igazából nem tudtunk létszámelőnyös helyzetet kialakítani, mert amikor lehetett volna, akkor vagy visszafel passzoltunk, vagy rosszul passzoltunk, tehát ezek egyébként még olyanok, ami tényleg ilyen évelei formához hasonlítanak, hogy még tényleg még próbál mindenki utolérni, és mondom, ez az, ami ezeket
a dolgokon szerettünk volna javítani, és ezeket kell tudatosítani a játékosokban is, hogy ezekre oda kell figyelni, mert ez mind az, hogy ez odafigyelés kérdése, meg az, hogy nyilván edzéseken minél többen részt venni, hogy minél többen érintkezzenek a labdával folyamatosan, hogy érezzék a fűnek, hogy hogyan kell passzolni, milyen erősséggel kell, hogyan viselkedik a labda, hogyan tudsz futni, a játékos társad hogy mozog, tehát ezek mind edzéseken dőlnek el, így szokják meg egymást, úgyhogy de az a jó helyzetben vagyunk talán, hogy nem kell egymást megszokniuk, hanem csak fel kell eleveníteniük azt, hogy ki hol szokott ő vajon lenni, és akkor itt szokott lenni, jó, akkor odarúgom neki. Tehát ez a jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt próbálunk ezzel javítani, és hogy szerintem, legalábbis remélem, hogy ez most már ki is fog alakulni. Még az elmúlt hétvégén Idegenben is történt egy mérkőzés, ezt hogy sikerült a csapatnak hozni? Igen, az imént ugye mondtam, hogy a Mumushoz látogattunk, ugye a Sümeg csapatához. Idegenben valamiért nem szeretünk ott nyerni, tehát valamiért nem nyerni szoktunk oda járni. Hazai pályán, a hazai meccseken is néha nehézítettük, de saját magunknak, de egyébként azok könnyebb meccsek szoktak lenni valamiért. Tehát nyilván azért is, mert ugyanúgy, mint nekünk Sümeg nagyon a legmesszebb van, tehát ugyanúgy nekik is a Pét van a legmesszebb, úgyhogy ide se nem mindenki jön el, nem úgy jön el, utazik, tehát nem tudom, az a sümegi pálya is, nem tudom, ők ott egyébként nagyon fel vannak szívva, tehát nagyon teljesen más focit játszanak, mint szerintem Idegenben. És nekünk valamiért ez a futballstílus ez nem áll hozzánk közel, de tudtunk ebbe váltani, és ugye próbáltunk úgy játszani, hogy a saját játékunkat próbáljuk meg rájátatni az ellenfélre, és nem veszük át az ő stílusukat, tehát ez muszáj volt az, hogy tényleg, hogy folyamatosan szinte a 90 percig kézbe tartsuk a mérkőzést. Azt gondolom egyébként, hogy ezt kézbe is tudtuk tartani, és amit megbeszéltünk, az működött, helyek közel egyébként voltak benne hibák, de tudtunk nyerni 2-1-re. Sokkal több is lehetett volna ebbe, azért a Sümeg feladta már védekezését is 2-0-nál, tehát ott be lehetett volna több is, mert vezettük, tehát ott megint a rossz döntések miatt nem tudtuk le a mérkőzést, és ugye ugyanúgy azzal a játékkal, amit ugye ők amit szoktak, amiben egyébként szerintem jók, hazai pályán, ami nagyon erősek, ami nem tudsz felkészülni, azok abban a játékkal tudtak egy gólt szerezni, és ezért lett nyitott a mérkőzés még a 92. percig, de nem gondolom azt, hogy ott érdemeltünk volna akár döntetni, akár vereséget. Szerintem ott egyértelműen mi voltunk azok, akik domináltak.